olyan energiákat szabadít fel a színpad és a szituáció és az, ez a próba folyamat, amiket így felkapartunk a méről, amiből már könnyebb dolgozni, és csak úgy kiszakad, és onnantól meghatározhatatlan. Tasnádi Bence vagyok, és Mozartot játszom. Azt gondolom, hogy én is egy ilyen buzgó, zsizsgő, örökmozgó ember vagyok. Van egy speciális, rendhagyó észjárásom, ami igazából nem számomra furcsa, hanem néha az embereken látom, hogy olyan kiismerhetetlennek tartanak. Szóval ebben biztos van valami rokonság, közel áll hozzám a zene, nagyon vicces, mert egyébként gyerekkoromban gyakran csináltam olyasmit, hogy nem volt otthon senki, és leemeltem egy CD-t a polcról, valami komoly zenét, Dvorákot, vagy nem, akár Mozartot, és otthon azzal szórakoztattam magam, hogy vezényeltem ezeket a zenéket. Szóval végül is ez egy ilyen közeli találkozás. Nem szerzek zenét, illetve végül is írok dalokat, szóval énekelni is szeretek, szóval zongorán sajnos nem játszom, az nem én voltam. Mozartról mennyit tudsz egyáltalán az életéről? Utána néztél le, mielőtt alakítod őt? A Koltai M. Gábor küldött nekem napló részleteket, az nagyon szórakoztató. Egészen kifürkészhetetlen a Manusnak a csapongása a levelekben, meg a napló részletekben. Hát ilyen, ugye vannak mindenféle elméletek arról, hogy Aspergeres volt, Tourette-szindróma, nem tudom én, de hát ezek a kifakadások, ezek annyira a szituációból jönnek, hogy én nem, ez ennek például nem néztem kifejezetten utána. Az Amadeusz próbáján vagyunk. Ebben a darabban ugye az önszerep is egy kicsit váltakozóbb fajta, főleg ugye a hátulról jövő dolgokra összpontosít. Félve kérdezem meg, de az életéből mit tudod beépíteni, vagy mi az, amiben ráismert az életére? Ó, egyáltalán nem. Nem, abszolút nincs ehhez közöm. Ugye a rendező úr szerette volna, hogy egy kicsi mai áthallásban kicsit Thatcher, kicsit Angela Merkelre hajazzak ebben. Remélem, hogy sokaknak eszébe is jut. Hát úgymond a császárnak mai értelembe vett mondjuk sajtósa ez a nő. Tehát erősen benne van a politika. Én nagyon nem szeretem a politikát. Ennek megfelelően hajlik is ugye a szerepem, először szimpatizál a Mozarttal, aztán különböző okoknál fogva kiesik a Pixisből. Ugye mondtam, hogy szerettük volna, hogy egy kicsit olyan Thatcher-ös legyen, meg Merkel-es. Külsőre sikerült, gratulálunk! Igen, ez a jelmeztervezőnek, a Ritának az érdeme. Akivel egyébként először dolgoztam, és nagyon-nagyon szeretem a ruháit. Nem csak az enyémet, hanem az egész a darabban a ruhákat. És tehát, hogy mondjam, ugye ami a alapkérdés, hogy tehetség szerint ítéljünk meg embereket, vagy tehetség szerint csináljunk karriert, és nem más szempontok miatt. Ugye hát itt erősen dúlnak más szempontok, érdekek, politikai szempontok, stb. Hát remélem, ahogy nekem mondja az igazgató úr egyszer, hogy érti az áthallást. Remélem, hogy sok néző érti majd az áthallást. Sanyival mi vagyunk a két venticello, akik végigkövetik az egész előadást, és meghatározhatatlan figurái vagyunk a produkciónak. Azt hiszem, hogy ezt a nézők is így gondolják. Néha ott vagyunk, néha nem, de igazából végig ott vagyunk. Nem tudnám őket meghatározni, viszont rendkívül élvezetes, és borzasztóan fárasztó. Mit tudtál beleépíteni a saját életedből? Gondolom, azonosulsz ilyenkor a szereppel. Nem biztos, hogy ilyen vagy a hétköznapokban is, de mi az, amit mondjuk ki tudtál lopni, vagy magadra ismertél ebben a karakterben? Akár rossz, akár pozitív, jó oldalban. Hát mindent, tehát, hogy ami színpadra fölmegy, azok mi vagyunk, Sanyi és én. Tehát igazából csak abból tudunk merítkezni. Nem egy Cartoon Network rajzfilmet próbálunk reprodukálni, hanem a saját életünket. Bizonyos olyan szegmenseit, amiket egyébként az életben nem használnánk,
talán még közlekedésben sem, tehát amikor az ember teljesen agresszív és megfeszül egy dugóban, és szettevettézik. Nem, egyszerűen az olyan energiákat szabadít fel a színpad és a szituáció, és ez a próba folyamat, amiket így felkapartunk a méről, amiből már könnyebb dolgozni, és csak úgy kiszakad, és onnantól meghatározhatatlan. A József Attila Színházban az általában könnyeden mennek a próba folyamatok. Voltak esetleg nehézségek, vagy bármi, ami megmaradt benned? Ezzel a próba folyamattal rengeteg nehézségünk volt, és rengeteg könnyűségünk, ugyanis egészen más volt a hangulata, mint az eddigi munkáknak itt a József Attila Színházban. A csapat mindent kipróbált, minden szituációt, konkrét elképzelésekkel jöttek az alkotók, és kíváncsiak voltak a véleményünkre, arra, hogy a mi gondolatainkon keresztül átszűrve mi megy föl a színpadra, és mi az, amit mi hozzá tudunk tenni. Az egész egy ilyen összművészeti alkotó tábor és műhely volt, és szerintem ez a végeredményben is látszódik. Született itt most egy olyan előadás, ahol mindenki a helyén van, és minden karakter az övé is él. Amúgy imádtalak szinkronhangként. Amúgy ez a 3,5 óra olyan gyorsan eltelt. Micsoda újítás, hogy nincs benne szünet? Nem vicceltem. Az kellene még. Köszönjük.